A fesztiválok városa Győr. Ezt erősíti az a tény is, hogy egy újabb rendezvény szervezői döntöttek a Széchenyi tér vonzereje mellett. Az elmúlt hétvégén a Budapesten már nagy sikerrel futó sorozat, az Édesnapok költözött a Barokk térre, a standoknál pedig csokoládék és egyéb finomságok várták az érdeklődőket. A megnyitón Borkai Zsolt köszöntötte az édes szájú győrieket. Valóban azt gondolom, hogy sikeres program lehet, hiszen ez a családoknak szól, fiataloknak, időseknek, apukáknak, anyukáknak, és a csokoládéról, arról a csokoládéról, amely boldogság hormon termel, és mint tudjuk, ez a csokoládé a legjobb pszichológus, ráadásul nem is kell időpontot kérni hozzá. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves idelátogatók, én kívánok mindenkinek a mai napra nagyon-nagyon jó szórakozást. Nézzenek körül, minél többen látogassák ezt a rendezvényt. Csokoládé különlegességek, kihagyhatatlan nyalánkságok sorakoztak a pavilonok polcain. A kiállítók között feltűnt a Budapesti Csokoládé Múzeum is. 17 évvel ezelőtt elkezdtem gyűjteni a csokoládés dolgokat. Először egy nagyon szép macskanyelves csokoládés dobozt vásároltam meg Szentendrén, és hát ez egy kicsit megérintett, azóta már több ezer különböző csomagolás, dobozok, bútorok, a csokoládéval kapcsolatos relikviák vannak, és nálunk nem csak, mint általában, hogy múzeumban nézni lehet, hanem a történelemnek megfelelően felújítottunk recepteket, és sok-sok kóstoló van a csokoládé programban. A grillás kedvelők sem maradtak finom falatok nélkül, ennél a standnál például grillás kolbászt és cukorvirágot is kóstolhattak az édesnapok vendégei. A grillás kolbász csak formailag kolbász kinézetű, mert fele szezámmagos, fele meg diós grillásból készült, valamint a cukorvirágjaink pedig tragan cukorból készülnek, amelyek porcukor, egy kevés víz és zselatin megfunkálásával, és mindegyes szirmot egy-egy kis szál, vékony kis drótra rá készítünk, és utána festékszórpisztolyjal, természetes hitelszínezékkel ezt megszínezzük, és a szirmokat egyenként kiszárítjuk. Majd ha kiszárat, egy-két nap múlva összekötözgetjük a virágokat. A szervezők nem titkolt célja a rendezvénnyel az, hogy a hazánkban egyre nagyobb közönséget meghódító bor és pálinka kultúra mellett a csokoládék és az édességek is elfoglalják méltó helyüket a gasztronómia színes palettáján. Mi magyarok rendkívül kreatívak vagyunk, büszkék vagyunk arra, hogy fifikásak vagyunk, pörgős agyunk van, és hogyha belegondolunk, se Svájcnak, se Ausztriának nincsenek kakaóba ültetvényei. Ugyanis a csokoládéhoz fantázia kell és marketing. Ebben a kettőben mi magyarok mindig erősek voltunk, tehát itt be kell valóban pótolnunk egy hatalmas 50-60 év kihagyást. A kóstolókon, zamatos bemutatókon túl zenei programok is színesítették a hétvégi édesnapokat, mely a fővároshoz hasonlóan Győrben is sikeresen debütált.